A Cikádor magazint látják, köszöntöm nézőinket. Bátaszékváros költségvetésében és így fejlesztésében jelentős szerepet játszik a TEIT, azaz az atomhulladék lerakó körül működő társadalmi ellenőrző társaságtól kapott forrás. A szervezetben levő települések polgármesterei ezúttal franciaországi tanulmányúton ismerkedtek egy hasonló szervezet működésével. 1997-ben döntött úgy Bátaszék vezetése, hogy tagja kíván lenni a társadalmi ellenőrző és tájékoztató társulásnak. Bozsadik Róbert polgármester úgy értékeli, ez a város egész fejlődése szempontjából kifejezetten jó döntésnek bizonyult. Egy nagyon jó döntés hozott. Jó döntés hozott egy szempontból azért, mert a Bátaapátiban azóta megépült kis és közepes hulladékokat tároló kapcsán valamennyi információ első kézből hozzájutott, amivel Bátaszékváros lakosságát is első kézből tudta tájékoztatni, hogy mi is zajlik ott, és hogy ez a tevékenység, ami ott folyik, ez az emberi egészségre teljesen ártalmatlan, viszont egy olyan feladatot fog ellátni, ami az ország szempontjából nagyon fontos. Másrészt jó döntés hozott abból a szempontból is, hogy anyagilag is a település fejlődését szolgálta, hiszen hosszú éveken keresztül több 10 millió forint támogatás érkezik a tetten keresztül, ebben az esztendőben 80 millió forintot meghaladó, mely a város költségvetésébe beépül, és elsősorban a város fejlődését szolgálja. A polgármesterek tanácsa a napokban franciaországi tapasztalatcserén vehetett részt. Ez is része ennek a programnak, hiszen minden esztendőben a tettet alkotó település polgármesterei elmennek Európa különböző országaiban, és áttekintik, hogy azokban az országokban hogyan zajlik egy ilyen lerakónak a működtetése, és hogyan kommunikálnak a környébeli lakókkal. Most Franciaországban jártunk éppen, egy olyan településen, ahol majd most építik meg a kis és közepes hulladékokat tároló, befogadó tárolót. Meghallgattuk, hogy francia barátaink hogyan kommunikálnak a települések lakosságaival, hogy mi is lesz, hogy is fog ez zajlani maga az építkezés, és későbbiek során a tárolás. És jó volt látni, hogy szinte teljesen hasonló technológiával fog majd zajlani a működtetése, mint itt Bátaapátiban. Ez is igazolja azt, hogy a magyarországi szakemberek azok kitűnő munkát végeznek, és európai szinten működtetik a Bátaapáti lerakót. Az látszik, hogy ott is a társadalmi elfogadottság az kicsit hasonló, mint Magyarországon. Van egy szűk kör, akit nagyon-nagyon foglalkoztat ez a kérdés, akik beleássák magukat és érdekli, hogy ténylegesen mi fog zajlani. Van egy szűk kör, akit abszolút nem érdekel, hogy mi zajlik adott esetben egy ilyen létesítmény kapcsán, és a többiek gyakorlatilag érzelmi alapon csapódnak ide-oda, de úgy tűnik, hogy az elfogadottság a Franciaországban is magas szinten van, hiszen azért az emberek belátják, hogy az energiatermelés szempontjából fontos az atomenergia, és hát, hogy minden országnak saját magának kell az ott keletkezett adott esetben kis és közepes radioaktivitású hulladékok, vagy a nagy aktivitású hulladékok elhelyezésre gondoskodni. Évek óta járunk ezekre a találkozókra, és úgy gondolom, hogy elsősorban megerősödik bennünk, hogy az a fajta kommunikáció és az a fajta munka, amit mi itt végzünk, az jó. Mint ahogy említettem, teljesen, ha nem is ugyanaz, de hasonló példák szerint működnek. Az erősödött meg bennünk, hogy ezt a fajta kommunikációt továbbiakban is folytatni kell a lakossággal, annak érdekében, hogy tényleg mindenkinek megfelelő információ legyen a Bátaapáti térségben zajló lerakáson. Modern táncos évzárót tartottak a Kanizsai Dorottya Általános Iskola kisdiákjai. Az intézményben három korcsoport is működik, akik hétről hétre próbálnak és szép eredményeket is érnek el. Egészen fiatal táncosok varázsoltak kellemes hangulatot a bátaszéki Petőfi Sándor művelődési házba. Itt tartották ugyanis a helyi Kanizsai Dorottya Általános Iskola modern táncos évzáró bemutatóját. Mind a három korcsoport bemutatkozik, az előképző második alapfok első, ők a legkisebbek, az alapfok második, harmadik évfolyamok, a középsők és a legnagyobbak, akik az alapfok harmadik, ötödik évfolyamos csapat. Szabó Kinga 7 éve táncol, annak idején egészségügyi okokból tanácsolták neki ezt a mozgásformát, ami hamar a szíve csücskévé is vált. Már kiskorom óta tetszett az egész
a tánc, meg ahogy táncolnak, és hát egyrészt a tartásom miatt is kezdtem el, mert gerincfertőzésem volt, és hogy majd segít, hogy szép tartásom legyen, és akkor hát igazából beleszerettem, és még mindig csinálom. Szeretem csinálni, és ez a lényeg. Én azt mondom, hogy mindenképpen fontos, hiszen a testképzésben nagyon lényeges az, hogy nem csak a szép tartás és az izmok fejlesztése, hanem gyakorlatilag az agymunkát is fejleszti, hiszen rengeteg nagyon kombinatív gyakorlatot tanulnak meg, ami később akár a tanulás fejlesztésében is, a tanulmányokban is azért visszaköszön. A bátaszéki általános iskolának nincs oka panaszra, ami a táncos gyerekek számát illeti. A kisvárosban 3 korcsoport is próbál 7-ről 7-re. Elég családias a mi iskolánk, így a tánctagozatban. Egy 30 fős létszámmal dolgozunk 3 csoportban. Én remélem, hogy azért megteszi hatását a bemutatónk is, hogy újabb fiatalok, gyerekek kedvet kapnak a tánchoz. Minden évben van 1-2 újabb jelentkező, a kapacitásunk egyelőre a 3 korcsoport. A gyerekek közül sokan már országos versenyeken is bizonyították felkészültségüket. Előtte sokat próbálunk, meg sokszor van plusz óra is, vagy az órát tovább tartjuk. Az utóbbi versenyem volt olyan, hogy egy nappal előtte készült el a koreográfia, és akkor hát izgultunk a versenyen, hogy fog sikerülni, de másodikak lettünk. Már kiskorom óta járok versenyre is, és hát eleinte még féltem, amikor a színpadra mentem, de mostanában már nem szoktam annyira izgulni. Azt mondom, hogy az idei év az egy nagyon eredményes év volt, nagyon eredményes évet zárhatunk. Gyakorlatilag minden versenyszámunk, amivel elindultunk, dobogós lett. Rögtön kezdésnek mondanám az Országos Táncművészeti Fesztivált, aminek az elődöntője Szekszárdon volt márciusban. Ott egy első helyezést értek el a legnagyobbak, a középsők pedig egy ezüst, második helyezést. A következő volt a döntő, az, ami már Budapesten volt az országos fesztiválnak. Ott harmadik helyezést ért el mind a két csoportunk, és a pécsi regionális apácai táncfesztiválon ott pedig szintén aranyérmet kaptak a legnagyobbak, illetve egy ezüstöt, és a középső és a legkisebb csoport egy ezüst minősítést kapott. Rövid reklám következik, majd Varró Danival, a kortárs irodalom kiemelkedő személyiségével folytatjuk, aki a minap Bátaszéken járt. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező, konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk. Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelőrendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyő, fűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. A
A kortárs magyar irodalom egyik meghatározó alakja Varró Dániel költő, aki egyszerre a gyermekek és a felnőttek számára is ír, emellett színházi szerzőként és fordítóként is ismert. A napokban a bátaszéki könyvtár meghívásának tette leget. Így leleményes volt a Daliás nyuszi, arcát nem éri még nő ajkától puszi, de aztán megnősült, s lett egy puszilt arcos, okos, leleményes, keményöklű harcos, ütötte a rosszat ő, ahol csak érte, de azoknak pénzét soha el nem kérte, és mivel nem ért fel egész világ kincse, a kezében maradt a WC kilincse. Ez volt Varró Dániel saját bevallása szerinti első valamire való írása. Igaz, gyerekkorában készült, de a nyusziról szóló mű ilyen egy nagy reményekkel kecsegtető költő mindjárt több részesre terveződött. Mindez Arany Toldiának köszönhető. Varró Dániel verseinek nyelvezete a mai kornak megfelelő, nincs benne semmi pátosz. Azt gondolom, hogy alapvetően az, hogy egy költőnek nagyon patetikusnak, vagy emelkedetnek, vagy nem tudom milyennek kéne lenni, az szerintem egy kicsit talán félreértés, és én azt gondolom, hogy ez talán abból származhat, hogy nyilván akik az iskolában tanulunk költőket, azok már nagyon régen írtak, és hát mondjuk egy-két-háromszáz év alatt sokat változik a nyelv, meg minden sokat változik, és azért ők ugye régiesnek tűnnek, de hát azért a maguk idejében a régi költők is modernek voltak, és ugyanúgy meglepődtek rajta az emberek, tehát mondjuk az, hogy mi a Petőfi, meg Arany, főleg Petőfi ott a népnyelvén ír, meg mondjuk az anyukája tyúkjáról ír verset, és nem valami, nem a csillagokról, vagy nem ilyen klasszicista, vagy nem tudom milyen dolgokról, tehát az akkor is nagyon meghökkentő volt, úgyhogy nem gondolom, hogy ez egy olyan nagyon nagy újdonság lenne, csak tényleg az emberek hajlamosak ezen meglepődni. De hát én olvasóként is azokat a verseket szeretem, amikben van humor, játékosság, vidámság, és amik olyan közvetlenebbül szólítják meg az olvasót, úgyhogy én is ilyeneket szeretek írni, és nagyon örülök neki, hogy gyerekek, felnőttek is sokan szeretik, amit csinálok, és szívesen olvassák. Én elvileg egy felnőtt költőnek indultam, de az első könyvemből sokan mondták, hogy gyerekesek a verseim, és aztán, amikor utána írtam egy gyerekkönyvet, a gyerekversenyek azt mondták, hogy azok meg olyan felnőttesek, tehát hogy valahogy a felnőttes gyerekverseket, gyerekes felnőtt verseket írtam sokáig, és így a kettő között voltam. És hát nyilván amióta vannak saját gyerekeim, és azért főleg róluk, meg nekik írok sokat, meg ők inspirálnak, meg úgy körülöttem vannak, azóta jobban tudom, tehát jobban tudok célzottabban írni a gyerekeknek, és nagyon ugye ebbe vagyok benne, ebbe az apukaságban van három kisfiam, sokat vagyok velük, úgyhogy talán emiatt most mondhatom, hogy kicsit szívesebben írok a gyerekeknek, vagy jobban foglalkoztat ez a világ, de valóban hát az összefügg, és amikor az ember a gyerekeknek ír, akkor mindenképpen gondolni kell a szülőkre is, tehát ezt szülőként is tudom, általában én szoktam olvasni, mesélni a gyerekeknek este, és hát nagyon hálás vagyok azoknak a szerzőknek, akik olyan meséket, olyan gyerekverseket, olyan gyerekkönyveket írnak, amiket szülőként is élvez az ember. Tehát az nagyon fontos, hogy talán amíg még kicsik, hogy a felolvasó szülőnek is nyújtson valami élvezetet, és ne csak a gyerekeknek, úgyhogy ezért se lehet teljesen élesen elválasztani a gyerekeknek, vagy felnőtteknek ír az ember. Varró Dániel, szöszméne. Fönt a Maszathegy legtetején, ahol érik a bajuszos főszméte, és ahol sose voltunk még te, meg én, ott ül a teraszán szösznéne. Ott ül a teraszán, vénkor a tavaszán, néha kiújul a közvénye. Ott ül dudorászva egy ózsdi hokedlin, szimatol körülötte az összvére. Amikor nem saját versein dolgozik, műfordító is. És nem tud kibújni a bőréből, nagyon szereti az angol irodalmat, amely tele van nonsense alkotásokkal. Tehát, hogy én például nagyon sok ilyesmit fordítottam, ugye közelebb áll hozzám, de amikor valami komolyabb dolgot kell, akkor természetesen úgy érzem, hogy van bennem elég fordítói alázat, és mindig próbálom megkeresni az eredeti műhöz legközelebb eső, meg azt a hangütést, ami azt gondolom, hogy illik hozzá, de azért azt is gondolom, hogy az szerintem nem hiba, hogyha egy fordító, főleg, hogyha maga is író, vagy maga is költő, akkor egy kicsit ráteszi a kézjegyét a
fordításaira, tehát általában az egy fordításnál is a legfontosabb az, hogy az a, ugye ezen az a, tehát hogy éljen, mint ilyen önálló mű egy versnél, és megszólaljon magyar versnek, tűnjön, hogy én sok színdarabot fordítok, akkor az mondjuk ott a mai magyar színpadon működjön, éljen, élő legyen, tehát hogy ilyen szempontból azért kicsit bátrabban nyúlok hozzá, és azért bele csempészek magamból is dolgokat, hogy működjön, éljen a szöveg. A legnagyobb boldogság, ha a gyerekektől hallom vissza a verseket, meséli. És nagyon örülök annak is, hogy a szavaló versenyekre készülve egyre több fiatal nyúl a köteteim után. Nagyon nagy öröm nekem, hogy mondják a verseimet a gyerekek. Én alapvetően úgy érzem, hogy nem tudok kibújni a bőrömből, és valószínűleg azért hasonló lesz mindig minden, amit csinálok. Hát próbáltam, ugye a legutolsó felnőtt verses kötetem, annak az volt, hogy mi lett hova, az kicsit ilyen bús férfi panaszai szerű kötetnek, meg ilyen létösszegző kötetnek szántam, meg próbáltam így végigjárni azokat a témákat, amiket egy ilyen komoly magyar költőnek kell, hitvesi lírát, meg létösszegző verset, meg ilyesmiket írni, és hát azért az is egy kicsit olyan komolytalanra vagy játékosra sikerült, tehát hogy azt hiszem, hogy vagy akár a saját öregedésem, ugye az én koromban már a legtöbb rendes költő meg volt halva, tehát ezekkel való szembenézés se jött olyan véresen komolyan, úgyhogy én nem igazán hiszem, hogy olyan nagyon-nagyon megkomolyodnék, megkeserednék időskoromra, de hát sose lehet tudni, tehát azért sok ilyen van, hogy költők egészen máshogy írtak időskorukra, mint fiatalkorukban. A gyereknevelésben is azért sokszor az segít, hogyha az ember ennek a humoros oldalát látja, vagy azt, hogy a jó oldalát, meg a vidám oldalát, és ezt is próbálom felmutatni a verseimben. Úgyhogy igen, azért van olyan helyzet, ahol ez jó az ahhoz. Fönt a Maszathegy legtetején, ahol érik a bajuszos pöszméte, és ahol sosem voltunk még te, meg én, dudorászik a teraszán szösznéne. Szösztelenítés, portalanítás, föltakarítás, kösz, még ne. Befejeződött a tanév a Kanizsai Dorottya általános iskolában is. A ballagási ünnepség véget vetett egy korszaknak a gyerekek életében. Mészáros István igazgató búcsú beszédében arról is szólt, hogy bármi történjen, az iskola kapui mindig nyitva állnak minden diák előtt. Ők 45-en már nem tanulói a Kanizsai Dorottya általános iskolának. 8 év telt el azóta, hogy kisdiákként átlépték az intézmény kapuját, és most itt ülnek az utolsó közös eseményen, hogy aztán a szélrózsa minden irányába fújja őket a szél. Emlékek jönnek elő az évekből, melyek kisgyerekből serdülővé érette őket, és a búcsúzáskor erre is mindig vissza kell emlékezni. Nincs olyan a társaságunkból, akivel ne történt volna valami meghatározó. Tanáraink és az igazgató úr pedig rájött, hogy kicsit nagy feladatra vállalkoztak. Értem ez alatt az első esti eltévedésünket, az eltévedésünk közben a tigris bukfenceket, az éjszakai majd a buszon alszunk kijelentéseket, vagy éppen a szakadó esőben, ködben, sárban nem borulhatunk le inkább a hegyoldalon szintű kérdéseket. Igen, ez a 8 év igazán eseménydús volt. Alsóból nem sok emlékünk maradt, de amire emlékszünk, az maradandó. Köszönjük Lári néni, Zsuzsi néni, Marian néni és Margit néni, hogy segítettek tudásunk alappilléreit lefektetni. Sőt, ennél sokkal többet. Önök kezdtek embert foradni belőlünk, még ha ez pár személynél nem volt valami könnyű. Szeretnék a felsős tanárainkhoz is pár szót szólni. Tündi néni, elnézést, Tünde mama, köszönjük, hogy 4 évig az osztályfőnökünk volt, még ha néha ez elég sok szenvedésébe került. Köszönjük, hogy segített, támogatott, és helyre rakott minket, ha éppen az kellett. Ezek az emlékek maradnak meg igazán, és néhány év múlva mindenki jókat derül majd rajtuk. De most a búcsúzásé az idő. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, ha szürke porba lepte,
A csendtől, mikor hang zavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el. Minden szótól, mit kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk. Minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett. A pedagógusok számára is minden ballagás egy kis adag halál, hiszen el kell engedni azok kezét, akiket eddig óvtak, vigyáztak, féltettek, neveltek. A ballagás abban üt el egy picit a előbb említett neves napoktól, hogy itt valami búcsúvétel történik azoktól a diákoktól, akik 8 éven keresztül voltak itt velünk, neveltük őket, éltünk át jót, rosszat, csiszoltuk egymást, mi is őket, ők is minket, mert minden ember változik, a pedagógus is, a gyerekek hatására. És remélem, hogy sok pozitívumot kaptak tőlünk, a kollégáinktól, és olyan tudományi képességek lettek fölvértezve, hogy meg tudják majd állni a helyüket. Valahol mindig egy kis lelki traumát okoz az embernek. Az osztályfőnökök arcán nagyon szépen lehetett látni ezeket az érzelmeket most itt, amikor lezárult az ünnepély. A vezető általában szintén megérzi ezt a dolgot, de hát annyira talán nem, mert nem tanít annyi órában. Tehát én most azért vagyok egy kicsit ebben az évben szakadnál is meghatottabb, mert az egyik osztályban tanítottam történelmet, és elég jól ismertem a gyerekeket, csak mindent éltünk át együtt, tehát még személyesebb a búcsú. És 8 év alatt közvetlen kapcsolatok is kialakultak. Esetünkben itt van Zoltán Nóri, aki a jó tanuló, jó sportoló elismerés mellett egy személyes ajándékkal is gazdagodott. Hárman alkottunk egy triatlon csapatot, ilyen baráti váltó. Testnevelő tanár, egy igazgató és egy nagyon ügyes sportoló, és egy ilyen jutalmat talált a Szilvi néni, hogy aki legyen szíves. Legyen, miben fussál. A már gyanús kérdéseket tettem. Ez egy ilyen csapatajándék. Nagyon szerettem ide járni. Szerettem a tanáraimat, mert mindenben támogattak, és kaptam tőlük elegendő motivációt, és boldogan megyek el innen. Nem csak azt mondták, hogy tanulni kell, hanem el is mondták az okát, hogy milyen okokból kell tanuljunk, és ez sokban segítette a munkát. Érezzük az ízét, hogy 8 évig ide jártunk, és ezáltal csak ballagunk, nem sietünk, hanem ballagunk. Még egyszer kezükbe veszik a bizonyítványt, amiben az van írva, elvégezte a 8. osztályt, hogy aztán rövid pihenő után kezdődhessen egy új élet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!